Sajnos én többször átéltem már az életemben itt szakmailag, hogy mindig akkor ért véget valami, amikor igazán megszerettem. Mindenképpen pozitívunként értékelem, hogy én abban ott lehettem, és bánni nem bánom, hogy véget ért, mert valószínűleg így kellett lennie, és ő bízom benne, hogy jön valami más. Nem kerültem padlóra, azért ez nem olyan durva. Szerintem menni kell tovább, és akkor nem voltam rest, felemeltem a telefont, és felhívtam azokat a rendezőket, vagy igazgatókat, akikkel dolgoztam. És hogy szabad vagyok, tessék, lehet hívni. Tehát ilyenkor az a legrosszabb, hogyha ülök a babérjemjön, és várok. Most már nem úgy gondolkoznak a színházi rendezők, vagy az igazgatók, legalábbis akik kicsit nyitottabbak, hogy a kisorozatban van, az akkor most már innentől kezdve nem színész, és leírom. Hanem inkább szerintem úgy, hogy ez inkább bevonz egy bizonyos nézőréteget a színházába, amikor most hálóval kell fogni őket, és ez csak egy jó dolog. Én ebben bízom, hogy így gondolkodnak. Rossz-e az, hogy sorozatban voltál? Dehogy is. Hát én jól éreztem magam, csináltam, nekem az egy tök jó időszak volt. És nem tudom, mindenkinek ajánlom, próbálja ki. Próbálja ki, mert olyan koncentrációt igényel, és olyan odafigyelést, ami kicsit helyre rakja az álmodozó szétszórt színészeket. Át kell hidaljam. Én nagyon örülnék neki, hogyha a pénz ennyire nem számítana, mert olyan valahogy nekem ilyen, hát kevés is elég, mert úgy meg lehet belőle, el lehet vele lenni. Az biztos, hogy az ember nyugodtabb, hogyha van egy tőkéje, nincs mit kertelni ezen. Jó, hogyha az embernek van pénze, rossz, ha nincs. Szerintem ez ennyire egyszerű. Nekem nem az a lényeg, hogy az első három helyen végezzek, ezért én élvezetből csinálom. Nehéz időszakunk volt, mert feleségem is most államvizsgázott, gyerek 2 éves, úgyhogy inkább a verseny, én edzéseken mindig az a gond, hogy az ember hogy tud regenerálódni. Tehát edzel egy keményet, és aztán igazából feltett lábbal kéne a teraszon olvasni, és nem a gyerek után rohangálni, meg nem tudom menni vásárolni. Úgyhogy az edzéseket kipihenni nem tudom, ezért kevésbé fejlődök. Az egésznek az életérzése, hogy benn vagy az erdőbe is, és futsz, benn vagy a tóban is, és úszol, és az egésznek a versenynek a hangulata, az, hogy ott vagy, amikor már küzdesz, az is jó, de az inkább, amikor nekimész az elején, meg amikor már utána van, amikor teljesítetted. Közben azért az nem olyan jó. Amikor mondjuk egyszerre ezren elkezdtek úszni, és ütik a fejed, mert hogy összegyűltök. Ez egy életérzés, ez egy életstílus, amit választottam. Én nem bírnék meg lenni erdő nélkül, meg hegyek nélkül, képtelen lennék rá. Tehát a kiskoromat is végigkísértem Magastátra, és most meg azért lakom itt a budai hegyekben, hogy egy lépés legyen az erdő. Úgyhogy ez így végig fogja kísérni az életemet. Ami a legfontosabb ebben az évben, az a Németországban lesz a Terep Triatlon világbajnokság, ami nem sokára lesz az a Tour de Ring, ami egy ilyen 24 órás kerékpárverseny a Hungaroringen. És az nagyon jó, mert ott, ahol a Forma 1-es autók állnak, amikor a verseny van, ott ilyen box utcákban vannak a biciklik, le vannak téve ilyen nagy szivacsok, ott használnak az emberek, a feleségek főznek, és a férj meg biciklizik és váltják egymást. Szeptember elején lesz ez a City Trail a Gellért hegyen, aminek az a különlegessége, hogy azok az embereknek nincs lehetőségük, vagy módjuk kijönni az erdőbe, vagy messze laknak tőle, vagy nincs rá idejük, az a Gellért-hegyen, a Szalamon Magyarország fog elkészíteni, vagy rendezni egy versenyt. Két táv lesz, és az a lényege, hogy a városba valamilyen módon behozzuk a terepet. Volt már kint tavaly versenyen, de hát még nem köti le. Az ugye arról szól, hogy nehogy berohanjon a tóba, meg hogy neki menjen a rohanó biciklisek közé, ugye a feleségemnek ez szintén egy munka. De most egy 2 éves azért visszük, hát hogy lássa, mert most már felfogja, hogy a papa mit csinál. És szerintem nem lett elég korán elkezdeni, hogy ezt nyomni bele, ezt a sportot és hogy a sport szeretetét. A feleségem pedig szintén terepen fut. Egyelőre a fiamnak nagyon jó, sokkal jobb zenei hallása van, mint nekem. Tehát már most 2 évesen visszaénekel dolgokat. Úgyhogy most nagyon néz ki, a zene felé fog elmenni.